Köszöntöm a kedves televízió nézőket. Vendégem a stúdióban Égi Tamás, aki a belvárosnak az önkormányzati képviselője, az egyes számú körzetnek a képviselője. Köszöntöm a stúdióban. Én is, és a nézőket is köszöntöm. Ez a beszélgetés az elmúlt esztendőről szól, bár még csak december vége van, de az elmúlt esztendőt összegezzük. Először is fontos lenne egy kicsit így a nézőket is beavatni abba, hogy az ön körzete az mettől meddig határos, mennyien lakják? Egyik legnagyobb körzet Fehérváron, legtöbb választóval. A határai is érdekesek, mert többen csak a történelmi belvárosra gondolnak, de ez a körzet a Horváth István utcától tart egészen a stranddal szembe levő házakig. És a József Attila utcai jobb, innen a Móri út felől jövünk, akkor jobb oldali része a József Attila utcának, így a benne levő terek, a Munkácsi utca, a Prohászka utca, a Vörösmarty tér, és még a Balatoni út egy része is beletartozik. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes körzet, hiszen a város összes problémája egy körzeten belül megtalálható. És akkor mondta, hogy a legtöbben lakják ezt a körzetet. Igen. A városban. És ahogy most elmondta a határokat, tényleg hát a történelmi belváros az inkább családi házas körzet, de ebben azért vannak nyilván emeletes házak. Van is családi házas körzet, de hát a történelmi belváros tele műemléképületekkel, igen, és közintézményekkel. Hányadik periódusát kezdi a képviselő? Hát én 2006 és 2010 között listáról jutottam be, és 2010-től vagyok a belváros egyéni képviselője. Jó sok minden történt azóta, és így a 2018-ban is sok minden történt a belvárost illetően. Hogyha ezeket így sorra venné velem, akkor annak örülnék. Gondolok itt arra, hogy ami meghatározó szerintem, és ami nekem így a történelmi belvároshoz tartozik, az ugye a bazilika és a bazilika környéke, ami most már szinte teljesen új képet fog kapni. Igen, évek óta folyik az Arany János utca és a bazilika előtti tér felújítása. Az, hogy nem lett már kész, annak az oka az volt, hogy a bazilika tetőszerkezetében komoly problémák adottak, és annak megerősítése cserére lett szükség. Így nyilvánvalóan az előtte levő teret és az utcát nem tudtuk megújítani. Aztán következő volt, hogy az egyháznak lehetősége nyílt a bazilika külső homlokzatát is felújítani, majd most ugye elkezdődtek a belső felújítások, ami szerintem egy csodálatos dolog, hogyha elkészül. De a bazilika előtti térnél már azért összetette mindenki a saját lehetőségeit, mert voltak ott nagyon rossz állapotban levő épületek magán, illetve egyházi tulajdonban. Ezeket gyönyörűen felújították, és a város is most már végre hozzá tudta tenni a saját részét a magával az útszerkezet felújításával. Egy kis rész még hiányzik, de gyönyörűen megújultak a lépcsők egészen át a Kossuth utca területére, és ráadásul nem csak, hogy megújultak, hanem biztonságosabbak is lettek, mert azok a burkolatok a régiek eléggé csúsztak. Érdemes megnézni mindenkinek azt a teret és az Arany János utcát, szerintem Fehérvár egyik legszebb területe már most is, és ha elkészül, akkor mindenképpen az lesz. És maradtak ugye azért a macskakövek, tehát hogy igen, bár már nem olyan csúszósak, de hogy a régi ódon jelleg az megmaradt. Természetesen, abszolút, igen. Ez egy kis területre koncentrált, és nagyon-nagyon nagy munka, hiszen itt régészeti csodákat is lehet találni, tehát nem mehetünk el anélkül egy négyzetméter mellett sem, hogy a régészek ne dolgozzanak rajta, úgyhogy a múltunk egy nagyon-nagyon fontos részét kapunk betekintést. Tehát ez sajnos lassan megy. Gyorsabban mennek azoknak az utaknak a felújítása, ahol csak koporréteget kell cserélni, ahol a közművek vagy elkészültek, vagy kicseréltük, már a Széchenyi útnak a felújítása igen gyorsan végbe ment. Nagyobb problémát okoznak, de rettenetesen egy és fontos feladat
azon utak felújítása, ahol nem csak a koporréteggel van probléma, de a mélyben a közművekkel is. Erre jó példa, és ott a lakók türelmét nagyon köszönjük, a Távirda és a Kéglül felújítása, hiszen ott több mint 100 éves közművek voltak, ahol nyilvánvalóan sem a kapacitás, sem a biztonság már nem megfelelő, és ezért nem csak az útfelület felújítására került sor, hanem a mélyben ezeket a vezetékeket ki kellett cserélni. Ez nyilvánvalóan nem csak pénzben, hanem időben is, és hát a lakókat jobban igénybe vettem, ez nagyon sok idő és nagyon sok kellemetlenséggel jár, viszont ha egyszer elkészül, akkor a következő 50-100 évben már csak pillanatok alatt koporréteg javításra lesz szükség. Igen, ahogy most mondta, ezeket az utcafelújításokat, ugye a Kégli-György utcát, ami most van folyamatban, és a Távirda utcát. Mindjárt kész lesz, igen. Igen. Nyilván ott nagyon sok üzlet van a Távirda utcában, de, és sokáig tartott, viszonylag sokáig tartott, de hogy mindenki ezt olyan jól elfogadta, hát, szerintem. Ez a főutca felújítása is nagyon hosszú időt tartott, emlékszünk rá, de azért minden üzlet tulajdonos azóta nagyon-nagyon örül, hiszen a forgalma többszörösére nőtt. Tehát szerintem mindenki kibírja ezt az időszakot, és utána megbékélünk a felújítás gondjaival. De a közművek állapotát nem lehet úgy hagyni, mert akkor állandó lezárások és javítások következnek. Szíván. A már elkészült Távirda utca is azért nagyon szép lett, és újra lett gondolva szerintem ott a közlekedés, a parkolás, tehát hogy sokkal jobban lett szerintem kialakítva, mint ami előtte volt, jobban tudnak közlekedni. Nem könnyű dolog, hiszen a Távirda utcában is sok igény egyszerre valósul meg. Az egyik, a lakók szeretnének egy bizonyos nyugalmat, csendet. Az átmenő forgalom, ami szintén jellemző, egymást követel, és nagyon sok üzlet van, ahol az üzlet természetesen a forgalma miatt szintén egy más kialakítást kér. Na, ezt a három dolgot kellett összerakni, és ez lett belőle. És hogyha már így most már nem az utaknál, de mondjuk ha még visszatérünk újra a történelmi belvároshoz, akkor ugye az Országzászló tér az egy nagy csodája lett szerintem ennek a városnak, nagyon-nagyon szép lett, és szerintem így a turisztikai szempontból is jelentős. Ígéretünkhöz híven a főutca kialakítása, megújulása után ígértük, hogy szélesíteni fogjuk a belvárosnak azt a területét, ahol a legtöbb ember jár. Az első lépés az Országzászló tér szerintem is jól sikerült, a hagyományainkat összeegyeztetni a nyilvánvalóan 21. századi feladatokkal, és én is azt hiszem, hogy mindenki megelégedésére sikerült azt az Országzászló teret kialakítani. Emellett egy nagyon fontos lépés lesz a két hét múlva induló Bartók Béla tér felújítása. Ott májusig a közműveket fogjuk cserélni, és utána indul a tér kialakítása, és rendezvénytér lesz jó rész belőle. Aki a főutcán sétálva nem is tud, a legtöbben nem is hallották, sőt nem is lehetett hallani, amikor jazzfesztivál van a Bartók Béla téren. Nagyon szépen elválik egymástól a hang és a program, és ezzel is megkíséreljük csökkenteni a főutcának a terheltségét, szerintem sikerrel. És akkor itt is nyilván fontos az, hogy akkor a belvárosnak azt a részét is sokkal élőbbé tenni, mint amennyire. Igen, ma rendkívüli terhelést kap az a kis terület, főleg úgy, hogy a legnagyobb felújítások most a Városháztér környékén vannak, hiszen az egyházi épületek, templomok is felújításra kerülnek. Én úgy tudom, hogy nem sokára kezdődik a püspöki palota a külső helyreállítása, megújítása, és hát a legnagyobb problémát majd az fogja okozni, a legnagyobb feladatot, hogy a városházát kell majd komoly formában felújítani, hiszen a 400 éves, közel 400 éves épületben a tetőszerkezettel gond van, a villanyvezetékekkel probléma, a nyilázárok cseréje már megtörtént, de az egy nagyon-nagyon komoly feladat lesz, akár még ideglenesen a városháza bezárását is fogja magával vonni, hát nyilván máshol lesznek majd az irodák, mert olyan nagy feladatot fog ez nem csak pénzben, hanem építőmunkában is jelenteni.
Ez azt jelenti, hogy esetleg már ez 2019-től terve van? Tervek készülnek, mondom, a nyilázárok már cserére kerültek jó részt. Én az úgy tudom, hogy 19 vége, inkább 2020 tavasza lesz az az első időpont, amikor ez nagyon komolyan elindul. Hát még szigeteletlen villanyvezetékek, hát a modern számítógépes igénybevételnek ezek már tényleg nem alkalmasak. Ott szét kell vésni minden falat, és amellett azért dolgozni is nehéz lesz, és a tetőszerkezet cseréje is egy komoly feladat lesz. Erre még gyűjtjük a pénzt egyébként, mert ez félelmetesen sok pénzbe fog kerülni, de hát az épület közel 400 éves, úgyhogy. Akkor most már megérett arra, hogy valami igen, fajta igen. Újítás. Ezért mondom, hogy a Bartók Béla tér nagyon sokat fog segíteni, mert így a programok jó része nyilvánvalóan az Icsériget és a Magyar Király előtti területre tolódott fel. A Bartók Béla tér segít, és reméljük, hogy hamar a Városháztér is be tud segíteni. Hogyha még itt a Bartók Béla térre visszatérhetünk, mert nekem még lett volna kérdésem így a Bartók Béla térről, hogy itt nyilván még nem állunk a kivitelezés előtt konkrétan, de hogy milyen tervek vannak, hogy mi kap helyet ott azon a téren, mivel találkozhatunk majd? Hát egyszerűen először is rendbe fogjuk tenni. Az például fog magával hozni egy olyat, hogy nem autóparkoló lesz, mert ma azért valljuk meg őszintén, nem egy szép dolog a sok parkoló autót ott látni csak. És hát ott közintézmények vannak leginkább, pár lakó van csak, de a közintézmények miatt nyilvánvalóan ott könnyebb lesz majd rendezvényeket szervezni, hiszen a sűrűn a lakókörnyezetben mindig állandó konfliktusok vannak, itt nyilvánvalóan kevesebb lesz, és ezt már 1938 környékén is rendezvénytérnek találták ki, úgyhogy szeretnénk ezt visszahozni. Most ugye van a könyvtár előtt egy nagy, mély, hát annak idén egy szökőkút volt benne. Igen. Azzal vannak-e valami tervek, hogy azzal mi lesz? Hát a szökőkutat szerencsére azt kivittük a csónakázótóba. A konkrét terveket én még nem ismerem, de szívesen megosztom önökkel a tavasz folyamán, hogyha meghívnak. A belvárost szerintem így, hát a turisták nagyon szeretik, mert nagyon-nagyon szép és ódon, és nagyon gondoltak a fiatalokra, mert ugye két helyen is ki van téve egy olyan pont, ahol lehet fotózkodni, mit lehet tudni ezekről a selfie pontokról. Ma ez komoly divat, úgyhogy a város is próbál ennek megfelelni. Én annyira a szelfizést nem szeretem, de a fiatalság nyilvánvalóan igen, úgyhogy ezért lettek ezek a pontok kialakítva. És az milyen jó, hogy a városnak, a belvárosnak a két jelentős részén, tehát hogy nem csak az egyik jelentős részén, hanem mind a két helyen teljesen más selfie pont lett egyébként. Igen. Jó, és akkor így még arra gondoltam, hogy azért a közlekedésről beszélgessünk. Nem csak a tágabb belvárosban, mert nyilván az is nagyon fontos, hogy amikor az ember elindul a reggeli vagy a délutáni dugóban, akkor hogyan sikerül, hanem mondjuk, hogy a belvárosban engem mindig érdekelt, hogy ott lehet biciklizni, nem lehet biciklizni, görkorcsolyázni, gördeszkázni. Mit tetszik érteni a belvároson? Hát én most a történelmi belvárost értem, igen, a fő utcát, igen, a Városház térkörnyékét. Magyar nyelv szépen fogalmaz, igen, sétáló utca. Uh-huh. Az nem kerékpározásra alkalmas. Azért mindenki találkozik azzal, hogy igen gyorsan szoktak keresztül menni a főutcán, ez kisgyerekekre, idősek, de mindenkire eléggé veszélyes. Én nagyon kérek mindenkit, hogy a főutcán tolja a kerékpárt, hiszen a mellette levő utcákon kiválóan lehet kerékpározni. Azt már ilyen hallgatólagosan abba mindenki belemegy talán, hogy a Városháztéren keresztbe át lehet menni kerékpárral. Ez egy talán megengedhető rész. Egyébként a belvárosban, szerintem a történelmi belvárosban kiváló lehet kerékpározni. Ami az egész, a többi részt illeti, én azért azt hiszem, hogy nem igazi megoldás, amikor egy útszerkezetre felfestjük a kerékpársávot, hiszen azért a nagy buszok, kamionok mellett ilyen szűken kerékpározni az elég veszélyes. Nyilván, ha megvalósul a Budapest-Balaton kerékpárút, ami át fog vezetni a városon, akkor egy új lehetőség lesz kerékpározni, és akkor már úgy tervezünk mindent, hogy erre rávezető kerékpár lehetőségek legyenek. A
ahol az út szerkezet megengedi, tehát nincs házak közé szorítva, ott már eleve olyan kerékpársávokat fogunk építeni, amelyek alkalmasak lesznek erre. Most jelenleg a fiskális út felújítása folyik, itt meg fog valósulni ez, és a Nagyszombati úton is nagyon hosszú kilométeren keresztül kerékpáros részt fogunk kialakítani. Dolgozunk együtt a Kerékpáros Szövetséggel és a kerékpárosokkal, hát nyilván is sok érdeket kell összeretni. Szerintem a kerékpár a városon belül egy kiváló közlekedési eszköz. Igen, ezt én is így látom. Csak meg kell teremteni a lehetőségét, hogy ez biztonságos is legyen. Igen, és sokan járnak szerintem dolgozni is mondjuk biciklivel, igen. De hogyha tolják a kerékpárt, akkor nyilván bemehetnek akár csak oda. Egy pici helyen kéri a város, hogy tolják, hát tényleg a fő utcán. És ugye nem olyan régen hallhattunk arról, hogy lesznek új biciklistárolóhelyek a belváros környékén. Egész városban megpróbáljuk ezt, a gyárterületeknek is nagy igény van erre. Nyilván, ahogy valahol úgy érezzük, hogy még igény van rá, oda teszünk új lehetőségeket, persze. És akkor a biciklisek mellett ugye sokan vannak azok, akik autókat használnak, és hát valamikor bizony ott a Várkörúton kell végigmennünk autóval, ami most nagyon-nagyon szép lett. Hogy látja, hogy mennyire jó az, hogy egy sávon haladhatnak az autók? Hát szerintem sokkal gyorsabb a forgalom. Én azért emlékszem, amikor lámpánál ott álltunk hosszú időt. Hát Fehérvár közlekedésével kapcsolatban reggel fél órás probléma, 7:30 és 8 között, délután már ez 16:30 között is gondot okoz, de akinek ez komoly probléma, az Budapest környékén nem sokat jár. Voltam fönt a Videoton szaloniki fotballmeccsen, 2,5 órát sikerült lépésben menni Budapest határától az Üllői útig. Nyilván ez nem lehet mentség. Egy biztos, hogy az elmúlt 2 évben 8000-rel nőtt a Fehérváron regisztrált autók száma, és nagyon sokan járnak be a környező településekről, és minden nap Székesfehérvárra kb. 50 000 ember érkezik családtagokkal együtt, vagy ügyet intézni, vagy dolgozni, és nyilván legtöbben nem, szóval nem mindenki autóbusszal érkezik, hanem sokan személyautóval. Ez óriási leterhelést okoz Fehérváron. Szerintem közösen gondolkodva, türelemmel meg fogjuk tudni etük viselni egymást, meg tudjuk oldani ezt a kérdést. A történelmi belvárossal azért ez egy nagy probléma, hogy a 17.-18. században nem tudtak számolni azzal, hogy minden lakásban 2 autó lesz, tehát egyszerűen ezt is figyelembe kell venni, de azért a 70-es években épült lakótelepeken is a parkolóhelyek hát rendkívül zsúfoltak, hiszen akkor sem volt szokás, hogy minden, még az sem, hogy minden lakásban volt autó, sőt. És ezek most már a lakótelepeken is komoly gondot okoznak, és nagyon nagy szerencse és egyben probléma. A legnagyobb most felmerülő probléma a parkolással a üzemeink, gyáraink mellett van, hiszen a gyárainkban dolgozók szerencsére az elmúlt években olyan jövedelem helyzetbe kerültek, hogy bátran megengedhetnek maguknak gépkocsi vásárlást, úgyhogy minden gyáron próbálunk a környékben parkoló területek kijelölésével vagy építésével segíteni. Itt esetleg szóba jöhet nekem mély garázs építések, ami lehet, hogy azért segítség lenne. Hát mély garázs is segítség lenne, de most mondok egy példát, egy közel 1 milliárd forintba kerülő parkolóházról 130 autót tudunk elhelyezni. Szóval, hogyha évente 4-5 000-rel nő a gépkocsi szám, akkor látjuk ennek a reménytelen helyzetét. Kétségtelen, hogy elkezdünk egy 3 egységből álló parkolóház építését a Palotai úton, amely nem csak a közvetlen belváros kiszolgálására alkalmas lesz, először 100-valahány helyet, és utána ezt fogjuk növelni. Ez azért is fontos, mert szembe a Murvás parkoló, mint parkoló meg fog szűnni, hiszen az építkezés elkezdik. Igaz, hogy pár kicsit arrébb, kicsit messzebb, azért van még ott parkolásra alkalmas terület, de hát mint mindenki, én is, és minden fejével szeretne a lehető legközelebb parkolni, nem csak a lakásához, hanem ahhoz a területhez is, ahol az ügyeit intézi.
Igen, mert az autók komoly problémát fognak okozni. A mélygarázssal, egy nagyon nagy terület van, ahol mélygarázssal igazán érdemes lenne foglalkozni. Ez az a terület, a mai skála melletti és alatti terület. Viszont a skála jelenleg egy magántulajdonos kezében van. Tárgyalásokat folytatunk vele, ő egy nagy plázát szeretne építeni a Kégültől a József utcáig. Mi ezt nem tartjuk egy megvalósítható ötletnek, mi inkább meg szeretnénk vásárolni tőle a területet és a skála áruházat, és utána a területen a parkolást egy több emeletes mélygarázssal próbálnánk rendezni. Ez a belvároson óriásit segítene. Nem hajlik jelenleg az eladásra, de nyilvánvalóan ezt az óriási plázát mi nagyon nem szeretnénk, ha megvalósulna, hiszen nem csak, hogy nem való a történelmi belváros a nemzeti emlékei mellé, de itt olyan forgalmat hozna, nem csak az áru feltöltése, hanem a vásárlókkal is olyan forgalmat hozna, akár vidékről is, akik jönnének, mert ez valószínűleg nagyon sok kilométerről is egy vonzó áruház lenne, amelyet a belváros végképp nem tud elviselni. Mi próbáljuk, már próbáltunk csereterületek felajánlásával előre menni, de és az a baj, hogy ő a skálára nem fog költeni, mert azt mondja, hogy ez a méret, ez kereskedelmileg ma már alkalmatlan arra, hogy komoly hasznot hozzon, ezt elfogadjuk, akkor viszont szeretnénk tőlük megvásárolni. Hát igen, mert hogy ahogy mondja, tehát a városképét nagyon nagyban megváltoztatná az, és a kisboltok... Hát egyértelmű, nem a belvárosban való egy ilyen épület. Ezért ajánlottunk föl kicsit távolabb levőket, hát egyelőre tárgyalunk. És akkor már így a beszélgetés vége felé megkérdezem, hogy milyen tervek vannak? Nyilván most már tervek is bele szövődtek a beszélgetésbe, mondjuk, hogy a parkolást és ezt a plázát említjük, de milyen tervek vannak még? 2019-re? Hát szerintem azért beszéltünk már egy-kettőről, köztük a Bartók Béla térről. Szeretném, hogyha előre haladnánk a járda felújítási programba. A József Attila utcán most idei évben felújítottuk az autóparkolóknak a területét, de azért a biztonság kedvéért sok száz méteri járdát kell majd még megépítenünk. Ugyanez a feladat áll a Prohászkán, Munkácsi lakótelepen, és sok helyen, mert nem csak az autósokra kell gondolni, én azt hiszem, hogy a gyalogosok biztonságos közlekedése legalább ilyen fontos, úgyhogy én erre szeretném a hangsúlyt helyezni a következő időszakban. Mert még egy nagyon fontos dolgot azért nem kérdeztem meg, hogy a lakókkal milyen a kapcsolat, tehát hogy mennyire érkezik visszajelzés, mit szeretnének, mi az, amiért hálát adnak, amiért hálásak? Ez nem hála kérdése. Én egész nap a Városházán megtalálható vagyok, és jönnek, és nem, tehát akár csak bekopognak, és bármiben próbálunk segíteni. Hát ahogy beszéltük a beszélgetés elején, a belvárosban minden probléma megtalálható, és próbálunk segíteni, amit lehet. Úgyhogy szerintem jó munkakapcsolat van a lakókkal, és ez nagyon fontos dolog. Igen, azt akartam is mondani, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és így sok mindent megtudhattunk a belvárosról, a környékről. Hát igen, a belvárosról, csak én nem tudtam, hogy ez nem csak a történelmi belváros, hanem azért vannak ott más határok. Még egy programot szeretnénk mondani, azért ez, bocsánat, hogy így a beszélgetés végén. Egy nagyon nagy feladat lesz a következő időkben. A csapadék és az ivóvíz rendszer és az utházat felújítása a Kisbudai úton, a Vörösmarty téren és a Prohászka úton. Ez egy hatalmas feladat. Itt gyűjtjük a terveket, a lakók türelmét és a pénzt, mert itt ez egy borzasztó nagy feladat lesz, de nyilvánvalóan, ahogy ez rendelkezésre áll, el kell kezdeni, mert a mélyben ott is borzasztó állapotban vannak a vezetékek. Úgyhogy ezek sosem látványos dolgok, csak a gondot látjuk benne, de aki a Budai út, Kisbudai úton az állandó csötöréseket átéli, az érzi, hogy
nyilvánvalóan szükség lesz erre is. Bocsánat, ezt kifejtettem, ez egy nagyon komoly tervünk. Igen, ez egy nagyon fontos dolog volt, úgyhogy köszönjük igen. szépen, hogy azért ezt megosztotta velünk, és várjuk majd a fejleményeket, hogy megkívnak jövő, köszönöm mikor szépen. Lesz ez majd. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Köszönjük az önök figyelmét is, hogy megtekintették, meghallgatták Ígyi Tamást, az egyes számú választókerületnek a képviselőjét, belváros képviselőjét. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra. Köszönöm.